Emerging market countries have experienced considerable economic growth, but millions are left behind and have no access to dignified income. In Central Europe, people with disabilities often struggle to get a job or access basic services that may enhance their employability. Young mothers are isolated and struggle to reintegrate to the labor market. People in rural communities have difficulties finding employment opportunities. These social problems need enterprising solutions. We call them social enterprises. Social enterprises are businesses designed to solve social problems. NEST is a social enterprise catalyst in Central Europe and Latin America. A NEST olyan társadalmi vállalkozásokba fektet be, amelyek piaci megoldásokkal juttatnak méltó jövedelemhez hátrányos helyzetű csoportokat. Lehet az közvetlen munkahelyteremtés, a foglalkoztathatóság erősítése, vagy a piacra jutás segítése. A Kocka Csoki egy olyan kézműves csokoládékészítő manufaktúra, ahol minőségi csokoládékat készítünk, amiket elsősorban cégeknek értékesítünk. Eközben autista fiatalokat vezetünk be a munkavilágába. Az Alcosoft IT szolgáltatásokat végez elsősorban látássérülteknek, valamint intézményeknek és mikrovállalkozásoknak. Másrésztről speciális és egyedi segédeszközöket és szoftvereket forgalmaz, illetve infokommunikációs akadálymentesítési szolgáltatást nyújt. A Hello Anyu egy belvárosi közösségi tér és ökokávézó, amit azért hoztunk létre, hogy a kisgyerekes anyukák gyerekeikkel együtt is találkozhassanak egymással, kulturális programokon vehessenek részt, vagy akár tanfolyamokra és képzésekre járhassanak, ami segíti őket a munkaerőpiaci visszailleszkedésben. A Matyó Design olyan ruhadarabokat hoz létre, amelyeken az eredeti matyó motívumok szerepelnek, és mindezeket Tardon élő tőzsgyökeres asszonyok hímzik saját kezükkel, akiknek gyermekkoruk óta a kezükben van a hímzés tudása. Social enterprises like these are becoming stronger and more visible. However, they often face challenges in becoming sustainable. The key challenges are lack of access to business skills and knowledge, lack of access to finance, and lack of access to business networks. A NEST hosszú távú inkubációval segíti a jelentős hatású társadalmi vállalkozásokat az egész régióban, Magyarországon többek között a filmben bemutatkozó 4 szervezetet is. The means of NEST's tailor-made support stands on 3 pillars. Financial support, seed capital in the form of grants and soft loans. Capacity support, business training and mentoring to increase entrepreneurial and management skills. Social capital, access to corporate professionals to provide pro bono consulting support, access to financiers and impact investors. What does the incubation process look like? The key elements are performance management. A NEST intenzív kapcsolatot ápol a portfólió tagokkal, melynek keretét saját fejlesztésű teljesítménymenedzsment eszközünk adja. Az éves tervezéskor közösen a társadalmi vállalkozással célokat tűzünk ki, és ezekhez mérhető indikátorokat rendelünk. 4 területet fedünk le, az üzleti teljesítményt, a társadalmi hatást, a szervezeti fejlődést és a pénzügyi fenntarthatóságot. Évente 3-szor leülünk a NEST-tel, megnézzük, hogy hogyan alakulnak az indikátoraink, elértük-e a kitűzött céljainkat, és hogyha ez nem sikerült, akkor megnézzük, hogy mit tudunk annak érdekében tenni, hogy sikeresebbek legyünk. Capacity building. Az éves portfóliófejlesztési programunk legnépszerűbb súlyponti eleme az úgynevezett portfólió edzőtábor, ahol valamennyi általunk fejlesztett szervezet részt vesz, de ezen kívül is számos közös tréninget szervezünk, illetve egy-egy társadalmi vállalkozásra testre szabott workshopot is, például stratégiatervezést. A portfóliótábort úgy kell elképzelni, hogy a többi portfóliótagokkal, a mentorainkkal, támogatóinkkal egy pár napra elvonulunk a budapesti zűrzavarunkból, és próbálunk egy picit egy külső helyszínről, egy külső szemszögből ránézni a társadalmi vállalkozásainkra. Business Advisory Network. Nagy mértékben támaszkodunk az üzleti tanácsadói hálózatunk, az úgynevezett BAN tagjaira. Ők olyan szakemberek és üzletemberek, akik pro bono segítik a NEST-et és a portfóliótagokat is. Tréninggel, tanácsadással, mentorálással és a kapcsolataik megosztásával. Jelenleg Magyarországon közel 40 tagunk van, globálisan több mint 200, és a számuk folyamatosan növekszik. A mentorunkkal való beszélgetések nagyon sokat segítenek nekünk a fókuszálásban, a rövidtávú célkitűzésekben és a negyedéves tervezésben. Peer-to-peer learning.
Csináltunk egy kompetenciatőzsdét, összeírtuk azt, hogy ki miben jó, ki miben igényel segítséget, miben tudunk segíteni egymásnak, kinek milyen online eszközök váltak be, és ki kit ismer, ami esetleg másoknak is hasznos lehet. Financing and Leveraging Finance. A NESZ számára fontos, hogy az általunk támogatott társadalmi vállalkozások képessé váljanak visszatérítendő finanszírozás fogadására is. Ez alapvető feltétele annak, hogy az üzleti szféra tartós érdeklődést mutasson a szektor iránt. Ezért folyamatos fórumokat szervezünk, ahol az általunk támogatott szervezetek találkozni tudnak befektetőkkel, illetve segítjük őket a finanszírozókkal folytatott tárgyalásokban is. Megkezdtük a tárgyalásokat egy bankkal, a NESZ-en keresztül, egy piaci kamatozásunál kedvezőbb forgóeszköz hitel ügyében, mely lehetővé tenni számunkra, hogy nagy tételben és olcsóban tudjunk segédeszközöket Magyarországra behozni és forgalmazni. In the past 7 years, NEST, through its portfolio members, has improved the quality of life of an estimated number of 64,000 people in Hungary and provided 3,700 of them a sustainable income by investing $1.1 million in 26 Hungarian social enterprises. A jövőben is olyan társadalmi vállalkozásokat szeretnénk fejleszteni, amelyek szakszerű segítséggel akár több ezer embert juttatnak méltó és fenntartható megélhetéshez, ezzel jelentősen javítva életminőségüket. Egy olyan női közösséget látok magam előtt, amelynek a tagjai minden elszigeteltség és kiszolgáltatottság nélkül vállalnak családot, és minden támogatást megkapnak ahhoz, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra vagy vállalkozzanak. Az én álmom, hogy létrehozzunk egy olyan márkát, ami egy egész falu megélhetését biztosítja. Azt szeretném, hogyha a kockacsoki bizonyítaná, hogy mennyi mindenre képesek az autista fiatalok. Abban bízunk, hogy a látássérültek a segítségünkkel a lehető legönállóbban tudják élni az életüket, hozzájuthassanak a számukra hasznos szolgáltatásokhoz, és méltó bért kaphassanak értékteremtő munkáinkért.